Szeretettel köszöntöm Önöket. Köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról résztvevőket is. Takács Anasztázia vagyok. Takács Jácint vagyok. Én is nagyon nagy szeretettel köszöntöm Önöket. Mi vagyunk a PPH egyik 9-es szintű vezetőházas párja. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket. Remélem, hogy ez nem bántó senki számára. Sőt, nálunk itt mindenki tegezi egymást. Kortól nem tört függetlenül, mert mi itt olyanok vagyunk, mint egy igazi nagy család. Mielőtt a PPH-hoz jöttem, előtte kereskedelemmel foglalkoztam családi vállalkozásunk keretében. Mára viszont a PPH tanulói csapatszervezés a fő tevékenységem. Kondorfán élek feleségemmel és családunkkal. A PPH előtt én korábban mérleképes könyvelőként könyvelőirodát működtettem. Aztán, amikor ebből úgy elegem lett, akkor természetgyógyásznak képeztem át magam, és ezen igyekeztem segíteni az embereket. De ma már, viszont a PPH tanulói csoportszervezés a fő tevékenységem, nekem is a családi vállalkozásunkba, és amit Jácint még nem mondott, hogy nekünk 6 gyermekünk van, és 4 unokánk. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogságspecialista, a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Mesterünk 36 éve foglalkozik emberekkel, és 32 éve van saját szervezési csapata, illetve közössége. Nagyon érdemes odafigyelni, főleg arra a tanításaira, amit a jövővel kapcsolatban mond, ugyanis azok mindig úgy szoktak bekövetkezni, ahogy ő azt mondja. Az előadónk egy olyan mester, akinek tudása, képességei és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi őt a bolygónkon. Ha megnézzük, hogy miben egyedülálló a mi mesterünk, arra jutunk, hogy vezetésével 4 különböző területen ért el szervezetünk piacvezető pozíciót, úgy, hogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység. Mesterünk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Ő az, aki az élet és emberismeret, továbbá a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon, közvetlenül égi forrásból tanítja az embereket, és neki van a legrészletesebb információja, a bolygószinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes szeretett korszakról, az aranykorról. Mesterünk életküldetése, az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében, boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek a szeretett korszakba, az aranykorba. Szeretném megkérni mesterünket, Szedlacsik Miklós mesterkócsot, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzésünket. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Remélem mindenki jól hall, jól lát. Megtelt a terem. Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világunkkal? Ki az, aki nem elégedett? Oké. A kinti világgal, így van. Mi baj van a jelenlegi világunkkal? Érdekes világunk van, mert ha végig gondoljátok, ugye eléggé kettős az, ami a világunkban az embereket ér, illetve azok alapján, ahogyan gondolkodnak. Ez a kettősség abban nyilvánul meg, hogy tehát, ha kicsit visszamegyünk a múltban, azt látjuk, hogy az emberek azok elvoltak a saját világukkal. Tehát szó szerint. Tehát éltek a saját világukban, tették a dolgukat, és
nagyon érdekes, mert valahogy másként gondolkodtak, mint azok az emberek, akik most élnek. Ugyanis a jelenlegi világunkban kétféleképpen gondolkodnak emberek, és a múltban pedig az emberek harmadik féleképpen gondolkodtak. Tehát, hogyha jobban megnézzük, ugye mondhatjuk azt, hogy vallásosak voltak az emberek a múltban, de mi volt a vallásuk, tehát a vallásosságuknak a, hát gyakorlatilag a célja? Mi volt a célja? Tehát ugye manapság, főleg itt a nyugati világban, kevésbé, vagy jóval kevesebben, arányaiban jóval kevesebben vallásosak. És a múltban viszont jóval többen voltak vallásosak. De gondold végig, mi volt a vallásosságuk célja? A valahová való tartozás. Erőmerítés. Tehát gyakorlatilag, ha jobban megnézed, akkor inkább azt mondanám, hogy egy félelemből fakadt a vallásosságuk. Tehát ami azt jelenti, hogy azért voltak vallásosak, mert elhitették velük azt, hogyha jobban odafigyelnek az életükben, akkor majd, ha meghalnak, akkor jobb lesz nekik, mint hogyha az életükben sok bűnt követnének el. Mert akkor ugye pokorra kerül, ha meg ugye jól teszi a dolgát, akkor a mennyekbe kerül. De mi az, hogy jól teszi a dolgát? Tehát az embereknek volt egyfajta, olyan fajta működése, hogy tették a dolgukat, függetlenül attól, hogy városi emberről beszélünk, vagy vidéki emberről, tették a dolgukat, és az azt jelenti, hogy gyakorlatilag dolgoztak a túlélésükért, a biztonságukért. Egyébként ugye jobban viszonyultak az emberekhez, mint manapság, jobb kommunikációval viszonyultak az emberekhez, mint manapság, de igazából az is nagyon kevés volt, amit ők csináltak, mert abból a korszakból, ami mondjuk az 1900-as évek eleje előtti korszakról beszélek, akár évszázadok vagy évezetekről, nagyon kevés olyan ember volt, aki mondjuk ténylegesen olyan életet élt, ami által ő nem inkarnálódott ide vissza. Vagy az inkarnációját választhatta. Tehát, hogy választhatta. Na most, ha az ember választ mondjuk egy földre születést, nem mint ember, hanem mint lélek, választ egy földre születést, mikor még mondjuk előtte nem emberként élt, de a lelke ugyanaz, mint emberként, akkor vajon miért vállalta a földre születést? Tehát azok a milliárdok, akik bevállalták a földre születést, miért vállalták? Jó, hát volt, aki azért vállalta, mert mondjuk odafönt lázadozott, vagy azért vállalta, mert mondjuk etikátlankodott, tehát olyan dolgokat csinált, amit nem kellett volna, vagy azért, mert lustálkodott. És akkor lejött ide, hogy megtapasztalja, hogy itt lustálkodhatsz, itt lázadozhatsz, itt csinálhatsz olyan dolgokat is, ami nem igazán etikus. Tehát
meg lehet tapasztalni ezt. Na most, miért beszélek erről? Mert vannak, akik azt gondolják, hogy egy életünk, egy halálunk van, de ez hazugság. Tehát minden olyan információ, amivel azt sugallják az embereknek, vagy azt tanítják, hogy egy életünk és egy halálunk van, az hazugság. Jó? Tehát ugye elhangzott a házigazdáinktól, hogy van egy különleges kapcsolatom. Ez azt jelenti, hogy a fenti létformából van egy különleges kapcsolatom. Ez azt jelenti, hogy olyan dolgokat megmondanak, akár onnan odáig, tehát a jövővel kapcsolatosan is, de a múlttal kapcsolatosan odáig, hogy hogy jött létre mondjuk az élet a világegyetemben, nem a Földön, a világegyetemben, hogy jött létre. Hogy jött létre a világegyetemben mondjuk az agyak? Oké, hogy jött létre az lélek? Stb. Stb. Például olyat, hogy hogy kerültünk ide, mi emberek a Földre, és ezeket az információkat nem tudod fellelni csak úgy a neten, vagy könyvekből, vagy írományokból. Ezeknek az információknak a nagy részét ezt kaptam. És amiket én információkat kaptam, abban még sosem csalatkoztam. Még sosem. De ha jobban végig gondoljuk, csak egy dolgot mondok. A világon az összes élőlény egy típuson belül, a speciális típusú élőlény viszonylag azonos körülmények között jön létre. Kivétel az ember. Tehát ha megnézed, a kutyák hasonló körülmények között jönnek létre. Macskák, a növények, stb. Stb. Tehát fajtákon belül nézd. Jó, tehát mit tudom én, a tigrisek hasonló körülmények között, elefántok, de bármilyen növényt nézünk, fűszál, hasonló körülmények között jön létre. Jó, nagyon kis eltérés van, hogyha mondjuk állatkertben jön létre mondjuk egy állat, vagy mondjuk éppen a szobádban van egy virág cserében mondjuk egy növény. De a növények és az állatok nagy része az egy fajon belül nagyon hasonló körülmények között jön létre. És ez tök igazságos. Hiszen ezt úgy hívják, hogy teremtés. Na akkor az ember miért nem hasonló körülmények közé születik? Miért? Mert volt előző életed, és annak alapján oda születtél, amit mielőtt leszülettél, kiválasztottad. Nem kell ezt elhinni, ez akkor is így van, és akkor innentől kezdve az ember születése is tökéletesen igazságos. Ugyanolyan igazságos, mint a növények és az állatok teremtése, létrejötte, szaporodása, stb. Stb. Tehát gondold végig, ahány ember annyiféle körülmények közé születik, még a testvérek között is van különbség. Ha nagyon kis különbséget akarunk keresni két ember között, akkor az ikreket nézzük. De onnantól kezdve, hogy az ikrek is elkezdenek más életkörülmények közé kerülni, már más fejlődési ívet mutatnak, minél több különbség van köztük az élet eseményeik között. Szóval, ha megnézzük, ugye mindenütt azt tanítják a vallásokban, hogy a teremtés, a teremtő az igazságos. Tehát az emberrel kapcsolatban csak egy igazság lehet, hogy oda születtél, amit az előző életed alapján érdemeltél. És ezt te választottad ki. Oké? Ugyanis nagyon egyszerű, mert van egy lelked,
És a léleknek nincs egója. Az egónk a testünkhöz kapcsolódik, ami azt jelenti, hogy amikor az ember egó nélkül, mármint az emberi lélek egó nélkül rendelkezik, illetve nem emberi lélek az, hanem a lélek, mint energialény megjelenik, akkor nincs egója. Tehát a lélek, mint energialény, mint értelmes, tanítható energialénynek nincs egója. És ezáltal, ha az ember is képes lenne az egóját kikapcsolni, akkor képes lenne reálisan ránézni a saját és mások életére. Az emberek azért nem tudnak ránézni a saját és mások életére, mert az egójukat nem tudják kikapcsolni. Oké? Okay. És még ráadásul van egy olyan fajta elmebéli működésünk, ami úgy hívják, hogy ösztön, ami a léleknek nincs. Tehát a léleknek nincs ösztöne. Tehát amikor egy ember nem emberi mi voltban van, hanem mondjuk még lélekként működik. Tehát még nem választott testet, és még nem öltött testet, akkor nem tudja befolyásolni az ego, és nem tudja befolyásolni az ösztön, mert ez nincs neki. Mert nincs teste. És onnantól kezdve, ha egy energialény, szellemlény megnézi a saját előző életét, akkor reálisan kiválasztja a következő életét, sőt azt is, hogy milyen családba akar beszületni. Oké? Okay? Na most, visszatérve, hogy miért indultunk ki a múltból, mert a múltban az emberek nagyon-nagyon kis százaléka jutott vissza abba a létformába, amiben jött. Neked nem kell elhinni, hogy te emberi voltod előtt, mi voltod előtt, angyal vagy Isten voltál, nem kell elhinni. Te azt hiszel, amit akarsz. Te hiheted azt felőlem, hogy előtte állat voltál, vagy előtte növény voltál, vagy netántán kő voltál. Nekem aztán tök mindegy, mit hiszel. Jó? Én meg tudom, hogy minden egyes ember, aki ide a bolygóra lejött, az minimum előtte angyal volt. Nem feltétlenül ezen életed előtt, hanem mikor először leszülettél erre a bolygóra. Oké? Okay? Na most, mondom, nekem tök mindegy, hogy mit hiszel, de talán jobb lenne, ha azt hinnéd, hogy angyalként voltál azelőtt, mielőtt ember lettél. Oké? Okay? Tehát itt a bolygón vannak olyan emberek, a nagy része, aki angyali mi voltból jött le, és egy kis része, amelyik isteni mi voltból jött le. Az angyal meg az isteni mi volt között nem sok különbség van, annyi a különbség, hogy az isteni mi voltnál több a tudás. Semmi más különbség nincs. Tehát a tudás a lelkünknél úgy nyilvánul meg, hogy mekkora a térfogata. A születésénknél fogva a lelkünk térfogata az borsó szemnyi. Ha jól iparkodsz, akkor elérheted az alma nagyságot, vagy akár egy emberi fej nagyságot is, a tudás révén. Tehát annál nagyobb teret foglal el egy lélek a világegyetemben, minél több a tudása. Például vannak olyan lelkek a világegyetemben, hogy körülbelül akkora, mint egy helikopter. De azok a lelkek mondjuk egy bolygót felügyelnek. Szó szerint. Oké? Okay? Szó szerint.
Szóval, neked ezt nem kell elhinni. Te maradhatsz nyugodtan borsónyi lélek. Nem az én problémám lesz, hanem a tied. Világos ez? Na most, mivel az emberek részletesen nem tanultak a teremtésről, nem tanultak a múltról, tehát a lélek múltjáról, jelenéről, jövőjéről, arról tanultak, amit a vallások tanítottak nekik. Az meg, mondhatnám, hogy az egyik vallásnál síralmas, a másik vallásnál szánalmas. Oké. Okay. Szóval lényeg az, hogy nem arról szólt sose a történet a vallásoknál, hogy te sokkal, de sokkal többre lennél képes, mint amennyit eddig az életedben elértél, mert van benned egy szuperintelligens, végtelenségig tanítható és tanulható, tehát ami azt jelenti, hogy tanulhat, szuperintelligens energialény, amely a lélekből fakad, és amely minden egyéb lélekkel a világegyetemben több, mint iker. Ugyanis, még akkor is, ha egypetéjük el. Ugyanis a lelkek azok egyből származnak, azaz egy, pedig a Teremtő Isten volt, amely megosztotta a saját lelkét. Brutál nagy a Teremtő Istennek a lelke térfogatra. És abból osztotta ki a borsó szemét. Oké? És itt kérdés, mindig az a kérdés, hogy mekkorára fejlődik a lélek. Oké? Tehát a lelkünk, még egyszer mondom, csak úgy tud fejlődni, ha tanulunk, méghozzá olyan dolgokat, amit használni is tudunk. Tehát nem olyan dolgokat kell tanulni, aminek mi haszna van, azért, hogy mi haszna legyél, hanem azért kell tanulni, hogy hasznos legyél. Oké? Okay? És az ember legjobban hogy tudja mutatni a saját hasznát? Hát ha mások hasznára tudsz lenni. Világos ez? Tehát az ember akkor tudja legjobban mutatni az ő hasznosságát, hogyha mások hasznára tud lenni. Szóval gondold végig, a múltban ez úgy működött, hogy fogták az emberek, és téves tanulságok alapján élték az életüket, a mindennapi életüket, ami csak egyetlen egy vagy talán két dologról szólt. És ez a két dolog itt megnyilvánul. Itt. Ezen a szinten éltek. Van, akik talán még eljutottak a harmadik lelki szintre, tehát a fejlődés harmadik lelki szintjére, a lelki fejlődés harmadik lelki szintjére, talán eljutottak, de visszatérni abba a létformába, amiből jöttünk, a hetedik lelki szinten lehet. Tehát a hetedik lelki szinten. És az azt jelenti, hogy ezen a lelki szinten borsónyi a lelked. Oké? Okay? Azon a lelki szinten, a beteljesülés szintjén, pedig mondjuk egy ilyen nagyobb lufi. Oké? Okay? Tehát nem ilyen picike, mondjuk egy ilyen emberfejnyi lufi. Oké? Okay? Na most gondold végig, egy emberfejbe mondjuk mennyi borsó fér bele. Csomó. Szóval van mit tanulni, de a legtöbb ember
nem akar tanulni, tudod miért nem? De senki nem mondta neki, hogy tanulni kellene. Senki. Szüleim sem ezt látta. Én sem ezt láttam a szüleimet. Az a baj, hogy nem tanulnak. Még a saját kárukból sem tanulnak az emberek. Honnan tudni, hogy nem tanulnak a saját kárukból? Hát mert elkövetik ugyanazokat a hibákat többször. Tehát ugye, aki a saját kárán tanul, az egyszer követi el azt a hibát, és másodszor nem. Az emberek mások kárán sem tanulnak. Sajnos. De miért? Mert fogalmuk nincs, hogy mi az életük célja. A legtöbb ember azt gondolja, hogy az az élet célja, hogy minél több pénzt keressen, és minél több pénzt költsön. De érdekes ez a minél több pénzt költsön. Ez is kétértelmű a magyar nyelvben, mert a költsön az a költést is jelenti, meg a kölcsön felvételét is jelenti. Nem érdekes? Gondoljátok végig. Szóval lényeg az, hogy azt gondolja itt a nyugati világban az emberek javarésze, hogy ez az élet értelme. Minél több pénzt keresni, minél több pénzt költeni. Nem. Nem ez az élet értelme. Azt tudod, melyik szint? Ez az alsó kettő. Ez a szint. Lelki szint. Nem több ennél. Szóval a múltban a legtöbb ember megrekedt ezen a két szinten, és nagyon kevesen jutottak akár el a valahova tartozás szintjére, pedig képzeld el, ez úgy működik, hogy valamelyik életünket befejezzük, és a következő életünket azon a szinten kezdjük. Sőt, mikor képzéseket tartunk, tanuljuk azt, én bárkinek meg tudom állapítani, hogy melyik lelki szinten született. Oké? Tehát ezt tanítom az embereknek, hogy hogy kell megállapítani azt, hogy melyik lelki szintre született valaki le. Oké? Tehát ami azt jelenti, hogy melyik lelki szintet fejezte be az előző életében. És a következőt onnan kezdve folytatja. Ami azt jelenti, hogy vissza is lehet természetesen esni. A lehetőség megvan rá, vagy lehet tovább fejlődni. Ezért látod azt, hogy valakinek könnyebb az életében az indulás. Mert jobb családba született. Mert ő az előző életében magasabb lelki szinten hagyta el a földi létét. Oké? Na szóval, nézzük a jelent. A jelenben már az emberek nem úgy gondolkodnak, mint a múltban. Más tanítások vannak az iskolában, a szülőktől, már az embereket nem ijeszgetik ebben a pokol, tisztítótűz kérdéssel, nem nagyon hisznek abban, hogy mit tudom én, feljutnak, az emberek még egyesek abban is hisznek, furcsa mód, hogy majd feltámadunk zombiként, érted? És meg lehet kérdezni az ember, és milyen testben támadsz fel? Érted? Ha egyszer meghalt abban a testben, hogy támadsz el? Fel, mikor a kukacok megestek. Bár ugye már, ha valaki sok tartósítószert eszik életében, akkor elég hosszú ideig kitart a teste, meg a kukacoknak se kell, tudod? És lehet, hogy ezért fokozza a tartósítószerek fogyasztását, hogyha föl kell támadni, akkor még viszonylag épp legyen a teste. Szóval a lényeg az, hogy gondoljátok végig, hogy a mai világban az emberek másként gondolkodnak, mint a múltban. Manapság kétféle gondolkodás van. Az egyik, az az egy életem, egy halálom. Tehát ebben az életben mindent meg kell élnem. Ez az egy élet, egy halál. Érted? És kipróbál mindent. Igaz, hogy azzal tönkre teszi magát, de az egy dolog. Érted? De mindent ebben az életben meg akar élni, mert azt hiszi,
hogy nem volt előtte semmi, és nem lesz utána semmi. Oké? A másik fajta gondolkodás pedig az, hogy fölkerülni, tehát jól csinálni a dolgot, és akkor fölkerülni ugye a Jóistenhez, mert ezt tanítja, fölkerülni a Jóistenhez, és már ott akkor jó lesz. Ez a másik fajta tanítás. És most ugye megkérdezném, hogy vajon mikor azt tanítják a vallásokban, hogy fölkerülni a Jóistenhez, és ott mit kell csinálni? Lehet, hogy azt gondolják az emberek, hogy semmit, hogy tök jó lesz semmit tenni. Mert ugye itt is szeretnek az emberek semmit tenni, ha jobban végig gondolod. Szóval, nem volt a múltban helyes gondolkodás, nincs a jelenben helyes gondolkodás. A jelenben is az van, hogy az emberek ezen az első két szinten működnek, nagyon kevesen vannak még a harmadik szinten is. Tehát gyakorlatilag az azt jelenti, hogy inkarnálódnak. Most 4 év az inkarnációs folyamat, tehát ami azt jelenti, hogy a létközi állapot az átlag 4 év, múlt század végén még 13 év volt, és lecsökkent már az inkarnációs időtartam, mármint a létközi állapotban eltöltött időszak. Az embereket készítik is valamilyen szinten a létközi állapotra. Tudod, mivel készítik? Nem a virtuális. Nem szemüveg, amit így a fejre raknak, és olyan érzeted van, mintha ott lennél. Oké? Okay? És ebben ugye egyre jobb minőségben tudják ezt csinálni. Egyre inkább úgy képzelik az emberek, hogy az a valóság, ugye az a virtuális valóság. Jó, tehát ez felkészítés a létközi állapotban, mert a létközi állapot az egy virtuális valóság. Oké? Okay? Szó szerint a lélek benn van egy virtuális valóságban. No szóval, nézzük akkor tovább, de igazából mi az életünk értelme? Tehát már valamennyire elmondtam, hogy mi az életünk értelme. Hát az életünk értelme az, hogy visszakerüljünk a fenti létformába. Tehát az isteni, vagy a legtöbb esetben az angyali mi voltunkba. Tehát most gondold végig, egyáltalán nem mindegy, hogy neked inkarnálódni kell, vagy választhatsz, hogy mit teszel. Ha akarsz, inkarnálódsz, ha akarsz, nem, hanem abban a létformában maradsz, amiben eredendően voltál. Mióta ugye anyagot feltalálták, és azon belül a testet feltalálták, nem feltalálták, létrehozták, ugye az isteni természetű lények, nem feltétlenül a teremtő, oké? Tehát az isteni természetű lények létrehozták, ez úgy működik odafönt, hogy egy fiatal, felnőtt testbe kibe járnak. Oké? Tehát ha akarják, használják a testüket, ha akarják, nem használják. Ha például anyaggal kapcsolatos dolgokat akarnak, akkor például fölvesznek testet. Ha nincs szükség az anyaggal kapcsolatos dologra, akkor megmaradnak lélekként. Az azt jelenti, hogy gondold végig, a lélek magában, ha nincs, nem veszi körül anyag, akkor az utazó sebessége, az azt jelenti, hogy a gondolat sebességével azonos. Magyarul, ha te egyik pillanatról a másikra mondjuk a 10 millió fényévnyire szeretnél lenni, akkor 10 millió fényévnyire tudsz kerülni. Tehát ilyen gyors a sebessége. Ehhez képest ugye az anyaggal való utazás az azért jóval lassabb. És macerás is, így van. Még akkor is
óriási különbség van, hogyha a fenti sokkal fejlettebb technikát nézzük. Tehát a teremtőink, az azt mondom, az isteneink, mindenkinek van saját istene. Ki a saját istened? Az, aki rávett arra, hogy hova, tehát hogy végre megszüles, tehát rá kellett venni, oké? És kiválasztottátok együtt azt a családot, ahova beszülettél. Tehát a családodat te választottad, úgyhogy talán nem kellene bántani a szüleidet. Mert te választottad őket. Oké? Tehát az azt jelenti, hogy ő a teremtőd, ő szervezi, tehát részt vett a két élet közt a létközi állapotban. Abban, hogy mit fogsz ebben az életedben tenni, azt, amit vállaltál, azt tudja, mert ott volt, és utána ő szervezi azokat a történéseket, amit neked meg kell élned ebben az életedben. Tehát ezért az életedben, ami történt, semmi nem véletlenül történik. Tehát írd és mondd, semmi nem véletlenül történik. Sokan egyszerűen tudják, érzik, hogy nekik mit kell tennie, és mit nem lehet tennie, mert valamilyen szinten kapják azt az információt, hogy ők mit vállaltak be. Oké? A leszületésük előtt. A leszületésünk előtt mindenkinek törlik az előző életi tudását, mert különben belebolondulnál egy csecsemő testbe. A lélek, ha ki van törölve belőle az összes tudás, nem ki van törölve egyébként, hanem el van mentve, és utána van kitörölve, akkor marad egy dolog, a feltétel nélküli szeretet. Tehát a léleknek, ha nincs semmilyen tudása, akkor feltétel nélküli szeretettel rendelkezik. Tehát mindenki leszületett feltétel nélküli szeretettel. A leszületés az nem a megszületésed, nagy tévedés, hanem a fogantatásod. Akkor jött le a lelked, amikor fogantál, gondold végig. Mekkora szervezés az, hogy a fogantatásod pillanatában már lejön a lélek. Oké? Előre azt is tudják, hogy mondjuk egy közösülés, az meg fog-e fogadni, vagy sem. Mondom, ezt is tudják. És el tudják érni, hogy megfogadjon, vagy el tudják érni, hogy ne fogadjon meg. Azért ez brutál. Jó? Tehát lényeg az, hogy ők ugyanolyan szellemlények, mint mi, csak nekik nincs törölve a tudás. Milyen idős lélek vagy, ezt se kell elhinni. Te elhiheted azt, hogy olyan idős lélek vagy, mint amikor most megszülettél ebben az életben. Másfél millió év a világegyetemben nincs lélekteremtés. Tehát a legfiatalabb lelkek másfél millió évesek. Oké? Okay. És gondold végig, hogy rengeteg évmilliárd óta, tehát számokban gyakorlatilag szinte kifejezhetetlen, évmilliárdok óta van lélekteremtés. Akkor mennyi lélek van a világegyetemben? Brutások, ami azt jelenti, hogy gondold végig, hogy simán elképzelhető, hogy akár több milliárd éves lelked van. Oké? Okay? Nem kell elhinni, te maradhatsz annál, hogy neked annyi idős a lelked, ahány éves vagy. Jó? De gondold végig, melyik lenne talán a legjobb? Az, hogy egy ilyen satja rövid életű lelked van, vagy esetleg mondjuk millió vagy milliárd éves. Hogy tudnál többet elképzelni magadról? Hogy annyi tudásod lehet csak, amennyit itt szereztél, vagy esetleg annyi tudásod lehet, amennyi tudással rendelkeztél, mióta létezik a lelked. Ugyanis, mikor visszakerül az ember a fenti létformába, akkor az az összes elmentett
információ, tudás, amit tanultál, mióta lélekként üzemelsz, azt mind visszakapod, ugyanis a lélek tudása az korlátlan. Tehát az ember, ha testben megkapna azt a tudást, amivel a lelked rendelkezett összességében, akkor pégypúgy megbolondulnál egy pillanat alatt, de a lelked korlátlan mennyiségű tudásra képes. Oké? Korlátlan mennyiségű. Nem kell ezt se elhinni. Felőlem azt hiszel, amit akarsz. Oké? Én tudom, hogy hogy működik az ember, sokkal jobban tudom, mint a legtöbb ember. Megkockáztatom azt is, hogy azt a kijelentést, hogy az egyik legjobban tudom itt a bolygón. Oké? Nem azt mondom, hogy a legjobban, az egyik legjobban. Nem kell elhinni. Oké? Tehát te azért vagy itt, hogy fejlődést beteljesíts, amit vállaltál. Oké? Most gondold végig, ha az ember meghal, és úgy halt meg, hogy a beteljesülés szintjére jutott, akkor nem meghal, hanem kilép a testéből, és ott hagyja a testét. Oké? Persze a teste meghal. Természetesen. Tehát ez azt jelenti, hogy ő választja, hogy mikor hal meg, és gyakorlatilag kilép a testéből, és utána választhatja, hogy mit akar, hogy újra inkarnálódni akar emberként, vagy választhatja azt, hogy visszatér abba a létformába, ahonnan jött. Na most, ez azt jelenti, hogy mindenkinek, aki itt van a Földön, az az igazi, tényleges küldetése, hogy minél többet fejlődjön ebben az életében. Tehát minél többet fejlődjön az életében. De fejlődni nem lehet tudás és tapasztalat nélkül. Tehát nem elég a tudás. Tehát ha könyvekből akarsz ilyen dolgokat tanulni, soha nem fogsz olyan szintre fejlődni, hogy haladjál szépen felfele ezen a fejlődési folyamaton. Ugyanis a negyedik lelki szint és a felett gyakorlás nélkül nem megy. Ami azt jelenti, hogy már nincs egy olyan helyzeted, mint a nagyapámnak volt. Az én nagyapám lent élt Szabolcsba, volt 8 lánya, és volt 24 unokája, tehát 24 unokája. Oké? És utána mi, mikor én olyan 18 éves, 20 éves voltam, kiszámoltuk, hányan vagyunk a családban, akkor voltunk valami 160 valahány. De már valószínűleg nem egy ekkora család van mögötted, mint nagyapám mögöttem sincs. Tehát nagyapám megélhette a tapasztalatokat a saját családján keresztül. Te a tapasztalatokat nem tudod megélni a saját családodon keresztül. A tapasztalatot akkor tudod megélni, ha van saját csapatod. Hiszen nagyapámnak is volt saját csapata. Azt úgy hívták, hogy a rokonai. Oké? De neked nincs ekkora családod. És ez azt jelenti, hogy nem elég, hogy tanulunk, meg kell élni a tapasztalatokat. Mert az hoz fejlődést. Na most, és itt van egy kifejezés, hogy saját üzlet. A mai világban ezt így hívják. A saját üzlet az azt jelenti, hogy szépen áttérsz az alkalmazotti létről a saját üzletre. Miért? Mert a saját, illetve az alkalmazotti lét, az rabszolgalét. A saját üzlet pedig lehet szabad. Oké? Ha úgy csinálod, akkor lehetsz szabad. Egy rabszolga nem azt teszi, amit ő akar. Egy szabad ember azt tesz, amit neki kell tennie.
magából kiindulva, saját maga indítatásából kiindulva. Oké? Nagy különbség. Nagy különbség az úgy fejlődni, hogy nem tehetsz azt, amit akarsz, vagy úgy fejlődni, hogy azt tehetsz, amit akarsz. Óriási különbség. Tehát azok, akik alkalmazottként élik az életüket, bocs, de sose fognak feljutni a hetedik lelki szintre. Oké? Okay? Fizikai képtelenség. Tehát akármennyire nem tetszett neked, azt mondtam, hogy rabszolga, nem sok különbség van a mostani alkalmazottak és a szó szerinti mondjuk ókori rabszolgák között. Legfeljebb annyi, hogy nem vernek téged, ha rosszat csinálsz. Oké. Okay. Szóval, de haladunk a felé. Szóval lényeg az, hogy de igazából, akkor, ha finomítani akarunk a dolgokon, akkor nem rabszolga, hanem szolga. Oké? Okay? De az se jobb, mert egy szolga az nem szabad. Tehát azt kellene megértened, hogy szolgaként soha nem leszel szabad, és soha nem fogsz tudni azt csinálni, amit neked csinálnod kell. Ahhoz, hogy fejlődhess. Világos ez? És ez nem bántás, ezt ha végig gondolod, tök logikus. Oké? Okay? És ahhoz, hogy az ember ne szolgaként élje az életét, kell saját üzlet. De ha fejlődni akar, akkor olyan üzlet kell, ahol rengeteg ember lesz, akik ott maradnak. Nem átjáró ház, érted, hogy van egy pár napig, vagy egy-két hónapig, azt már nem is látod, érted, hanem ott maradnak, hallgatnak rád, vezeted őket, érted? És ebből tudod a tapasztalatokat leszűrni, hiszen így tudsz mások megéléseiből is tanulni. Nem csak a sajátból. Ha te mindent saját magad akarsz megélni, hát nem gratulálok neked. Nem, mert rengeteg problémád lesz. Miért kellene minden neked megélni? Miért nem élhet meg mondjuk 100 ember 100-szor annyi problémát, mint te? Érted? Miért kell neked azt a 100-szor annyi problémát neked megélned? Érted? Tehát ez adja az igazi fejlődést. És enélkül nem érhető el. És akkor nézzük tovább. Hatodik lelki szintre az juthat föl, aki képes békében és szeretetben élni. Hoppá! Hú, de messze van ettől a legtöbb ember. Oké? Okay? Hát megnézed, még a saját pároddal is harcolsz. Vagy rosszul látom? Hát a családokban az emberek, függetlenül attól, hogy hányan vannak, mert lehetnek gyerekek is, harcolnak egymással. A kisgyerek harcol a szüleivel, a szülő harcol a gyerekével. Nem? Vagy rosszul látom? Tehát az, a harc az nem békében, szeretetben élés. A békében, szeretetben élésnek az alapja az elfogadás. De elfogadás ismeretek nélkül, tudás nélkül nem létező fogalom. És akkor nézzük tovább. Hetedik lelki szintre az juthat fel, aki képes a feltétel nélkül együttműködésre. Ami a békés szeretetteli élettől függ, és az az alapja, tehát a feltétel nélküli együttműködésnek a békés szeretetben lévő élet a feltétele. Oké? Okay? Ugye miért fontos ez? Mert nem egy
rossz világból jöttünk, nem egy elnyomó világból jöttünk, mint lélek, hanem egy etikus világból jöttünk, mint lélek. Tehát mondhatjuk azt, hogy abból a világból jöttünk, ahol a főnök a világteremtő. Oké? Tehát a világteremtő csapatának a része vagyunk. Nem minden társadalom ide tartozik a világegyetemben. Mert azok nem, például akik fellázadtak a teremtő ellen, mint mondjuk Lucifer és csapata. Oké? És hála Istennek, hogy mi oda tartozunk. És a Föld azt a küldetést teljesíti be, hogy gyakorlatilag a lelkeknek egy iskola, egy olyan iskola, ahol megtanulhatják a jó és a rossz közti különbséget, és a jó és a rossz különböző verziója közötti különbséget. És képessé válik ezáltal a lélek arra, hogy különbséget tegyen adott helyzetben a jó és a rossz között. Vagy akár a jó és a még jobb között. Mert képzeljétek el, az is egy ártó tett, hogyha te még jobbat tehetnél, de te nem a még jobbat választod, hanem a jót. Mert az úgy tűnik, hogy az könnyebb, kényelmesebb. Mert sok ember csinálja ezt. Szóval, itt vagyunk a világunkban, és az emberek nem tudják, hogy mi a dolguk, mit kellene csinálni. Azt gondolják, hogy az elég, hogy minél több pénzt keresünk, annál többet költhetünk, és ez a boldogság, hogyha minél többet költhet, mert sok pénze van, akkor boldog. De a boldogságnak, hát ez csak egy kis része. Na nézzük csak. Hoppá. Kicsit túlmentem. Hát itt van 10 életterület. Hát ebből csak egy a pénz. És mi van a többi 9-el? Tehát az egy terület már boldoggá teszi az ember, ki van csukva. Ki van csukva, ezért látod azt, valaki valamit meg tud venni, mert van elég pénze, akkor tök rövid ideig örül is neki. Erre most jó példa volt a karácsony. De mi van utána? Hát itt van még 9 terület, amivel jól kellene tudni bánni. És az, hogy az ember ezzel a 10 területtel jól bánjon, plusz létrejöjjön egy lelki fejlődés. A bolygón egy szervezet tudja ezt megcsinálni, hogy az emberek megkapják hozzá a tudást. Ezt pedig úgy hívják, hogy PPH. Ez a mi szervezetünk. Tehát nekünk az a küldetésünk, és a szervezet vezetőjeként nekem az a legfőbb küldetésem, hogy minél több embert bejuttassunk a fenti létformába. Oké? És ahhoz lesz egy következő korszak, hogy ez megvalósuljon, mert képzeljétek el, hoppá, vissza, oda feljutni a beteljesülés szintjére, az azt jelenti, hogy akkor tudják ezt megtenni az emberek, hogyha nincs elnyomás. Ezért csinálták régen azt, hogy mondjuk elvonultak mondjuk egy kolostorba, és ott nem volt elnyomás, nem csináltak etikátlanságot, tanultak 7 nappal átélve, és feljuthattak a fenti létformába, a beteljesülés szintjére. Oké? Egy zárt világban. Egy olyan világban, ahol minden ötödik ember antiszociális, tehát elnyomó. Hát ezt nagyon nehéz megcsinálni. Nagyon nehéz megcsinálni. Ezért kell egy közösség, egy valahova tartozás, ahol az embert nem nyomják el. Érted? Mert az ember úgy működik, hogyha kap egy elnyomást, te tanulhattál bármit,
abban a pillanatban úgy működsz, mintha elfelejted volna azt, amit tanultál. És addig, míg ez a hatás rajtad van, tehát a hatás alatt állsz, hát addig sajnos képtelen vagy alkalmazni a tudást. Persze, amikor kijössz ebből a hatásból, akkor már megint képes vagy a tudást alkalmazni. Ezt úgy hívják, hogy hullámvasutazás. Megérsz valami rosszat, puff, lezuhansz. Majd kikecmergesz belőle, akkor megint megérsz valamit, puff, megint lezuhansz. És az élet erről szól. De ez miért kell, hogy erről szóljon? Tehát miért kell neked egy olyan életet élni, ahol folyamatosan kapod az elnyomást szolgaként, de tudni, hogy folyamatosan kapod az elnyomást. Oké? Ezért kell a saját üzlet, és ezért kell egy közösség, egy olyan közösség, ahol nem kapsz elnyomást. Világos ez? Mert abban tudsz, abban a közösségben tudsz fejlődni, ahol nincsen elnyomás. Nincsenek elnyomók, inkább úgy mondom. Oké? Mert az elnyomók csinálják az elnyomást. De nem csak az elnyomók nyomnak el, hanem úgy működik egy szociális ember, hogyha nincs elég tudása, hogy kap egy elnyomást egy elnyomótól, és akkor hazamegy, és továbbadja az elnyomást. A nálánál gyengébbnek. Természetesen. És hány ilyen esettel találkoztál már életedben? Mikor egyik pillanatban a jó ember megbolondul és elnyom téged. Oké? Mert kapott egy elnyomást. És ez ráadásul, hogy tisztában legyél vele, nem is kell, hogy legyen egy elnyomás, mert úgy működik az elménk, úgy működik az ember, hogy egyszerűen emlékezteti valami egy elnyomásra, vagy valaki, és az illető bekattan, és úgy működik, mintha kapott volna egy elnyomást. És az azt jelenti, hogy puff, már megint hullámvölgy. És ugye leesni sokkal könnyebb, mint felemelkedni. Tehát a felemelkedéshez kell energia. A leeséshez nem kell energia. És nem, ha nem vagy tisztában a szellemiséggel, tudod, mi a szellemiség? Az energiák ismerete és használata. Ez a szellemiség. Maga a lélek az egy energia lény, tehát mint energia lény, ide tartozik az energiákhoz. Túl misztifikálják ezt az egészet, ezt a szellemiséget. Azt gondolják, hogy szellemekről szól a történet. Minden szellem energialény. Oké? Nem szellemekről beszélünk, hanem energiáról. Az energia az körülvesz minket. Egy értelmes lény az energiát át tudja alakítani. Érted? Hasznos energiává tudja alakítani. Tehát tanultuk fizikából, mindenki tanulta itt Magyarországon, hogy az energia nem vészel. Csak, mit csinál? Csak átalakul, így van. Tehát egy értelmes lény, egy ember is át tudja alakítani az energiát. Azzá, ami neki jó. Érted? Vagy mondjuk egy elnyomó azzá, ami neki rossz. Vagy egy éppen elnyomás alatt álló szociális ember simán az energiát átalakítja azzá, ami neki is rossz. Érted? Meg a családjának is rossz. Tehát az energiáknak a használatát, kezelését, mi voltát, hogy hogyan is működnek ezek, nem kéne megtanulni. Na, ez a szellemiség. Mikor az energiákat tanuljuk, az energia használattal foglalkozunk, érted? Nem visszaélve természetesen az energiáknak a hatásával. Jó, tehát nem kell túl gondolni ezt a kérdést. A szellemiség, az tisztán az energia. Oké?
Tehát gondold végig, csak mondok egy példát. Lehet, hogy már hallottál olyanról, hogy numerológia. Egy ősi tudomány, ugyanolyan ősi tudomány, mint az asztrológia, még az ókorból jött ez a két tudomány. És gyakorlatilag testvértudomány. A numerológiában benne van 9 szám. És a 9 számnak különböző energiája van, és a legmagasabb szám az a 9-es nyilván. És onnan indulnak a számok, hogy 1. Oké? És a 9-es szám az a szellemiség. Oké? Tehát a numerológiában is benne van ez a dolog. Sőt, a 7-es az a szellemi vezető. Tehát olyan vezető, aki már használja az energiákat. Érted? A 8-as az a sikerszám. Sikert úgy tudod az ember elérni, hogy használja az energiákat. Érted? És az azt jelenti, hogy ezt már az ókorban használták, illetve tudták, hogy ezek így működnek. Itt vannak például az éveink. Ott van a születési dátumod, ott van a neved. Mind energia. És szó szerint olyan, tudom én, többen is tanulók közül beszámoltak nekem arról, hogy ők ilyenben nem hittek, addig, míg nem kezdték ezt tanulni. És rájöttek, hogy jé, hát olyan vagyok, mint az én születési számaim. És akkor megélnek olyan dolgokat, ami benne van a születési dátumában, érted? És a számok, azok nem hazudnak. Oké? Szóval, tehát ezek nem hihetetlen dolgok, ezek energiák. Miért baj az, hogy egy ember tudja használni az energiákat, és tudja arra felé alakítani az energiákat, ami jó. Érted? Miért probléma ez? Miért probléma ez? Tehát van 26 témánk. Gyorsan megmutatom, de csak nagyon rövid ideig, mert be kell most már lassan fejeznem, és vissza kell adnom a szót a házigazdáinknak. Ami úgy kezdődik, a legeleje, most nem a legelején tartunk, körforgásban vannak a képzések. Tehát most a 11. képzésnél tartunk, 26 képzésünk van, és ezzel kezdődik mindig a kör. Tehát semmiből nem maradsz ki, mert valamit mondjuk a 10-et kihagytad, nem gond, mert megkapod, ha a körbe ér, érted? Vagy utólag meg is lehet venni. Ezzel kezdődik, hogy etika. Érted? Ez az alapok alapja. Enélkül, tehát hogyha a bolygón mindenki ennek a tudásnak alapján élné az életét, akkor mindenki simán mehetne vissza a fönti létformába. Képzeld el? Oké? Csak ugye egy csomó más körülmény van, ami miatt nem tudják betartani az emberek az etikát, vagy nem tartják be, és hát azokat is rendbe kell rakni, hogy az ember képes legyen egyáltalán az etikát teljes egészében alkalmazni. És ezáltal ugye sok olyan további, még 25 olyan téma van, amit megtanulunk. Tehát például a legtöbb ember még tanulni se tud. Hát a tanulás azt jelenti, hogy utána képes legyél a tudást alkalmazni. Tehát el kell sajátítani az embernek azt, hogy úgy tudjon tanulni, hogy utána tudja hasznosítani. Én most sokkal könnyebben tanulok, mint valaha, pedig ezt a tudást ismerem, 99 óta. 99 óta. De mégis most könnyebben tanulok, mint gyerekkoromban.
És akkor nézzük tovább. Önismeret. Nem lenne jó ismerni önmagad? Vérmérséklet. Ez is ősi tudomány. Hogy hívták azt az ókori tudóst? Nem a vérmérséklet atyát. Á, Istenem. Mit mondtál? Nem, ismertem. Görög, igen, görög. Hippokratész, igen. Oké. Na nézzük tovább. Hangulatjavítás. Személyiséged megismert és fejleszd. Akkor elnyomást képes legyél kezelni. Az elnyomókat képes legyél kezelni. Önbizalmad legyen. Szeretetet képes legyél létrehozni. Gyereket jól tud nevelni. Párkapcsolatod jól működjön. Egészséges tudjál lenni. Boldogságot meg tud teremteni magadnak, másoknak. Célokat képes legyél megvalósítani. Egyszerű, először is kitalálni és megvalósítani, oké? Kommunikálni jól tudjál. Emberekkel tudjál bánni. De itt igazából a lelkekkel bánsz, mikor emberekkel bánsz. Tehát ezt a tudást odafönt is mindet tudod majd hasznosítani. Hatékony tudjál lenni. Növekedni tudj. Nem így, tudod így. Nem erre gondoltam. Meg ha már elértél egy testmagasságot, akkor nem utána, hogy még magasabb. Ugye? Hanem az életedben a növekedés azt jelenti, hogy képes legyél javítani a dolgokon. Érted? Akkor is, ha az már jó. Leszokjál olyan dolgokról, amiről le kéne szokni. Akkor képes legyél pénzt teremteni. Képes legyél egy csapatot, egy szervezetet vezetni. Problémákat képes legyél megoldani, megelőzni. Sikert képes legyél teremteni, létrehozni magadnál, másoknál. Képes legyél bármit megszervezni. Képes legyél bármit eladni, reklámozni, akár a gondolataidat. Megvegyék, idézőjelben a megvételt, elfogadják. Érted? Konfliktust feloldani. Ja? Ez 26 téma. Van egy 27. is. Az a múltunk, mint nép. Hát melyik nép? Magyar nép. Ugyanis mi magyarok vagyunk a kiválasztottak, kiválasztott nép, hogy egy magasabb rendű tudást juttassunk el az emberiség számára. És akkor így jön létre, ami még nem volt a történelem során, a tömeges felemelkedés. Érted? A tömeges felemelkedés. A múltban nem lehetett interneten megoldani a képzéseket. Most a világ bármelyik pontján élőben hallgatnak, néznek. Hallgatni is tudnak, nézni is tudnak. Ami azt jelenti, hogy megy rádióadásba is, ami minimális internetigénnyel működik, meg megy videóadásban is, ami ugye sokkal nagyobb videóigénnyel működik. És ugyanígy felvételben is meg tudják nézni, illetve hallgatni az emberek. Nyilván azok, akik tanulók, illetve az első részt gyakorlatilag bárki a bolygón. Jó? Tehát. Nekünk van egy küldetésünk, egy csodálatos küldetés, és ezzel akarom befejezni. Azt mondja, hogy nem itt vissza. Mindjárt megtalálom. Itt van. Kaptunk egy csodálatos és történelemben egyedülálló lehetőséget. Az fejleszthetjük az emberek lelkét.
Gyönyörű új korszakot hozhatunk létre. A szeretet kort. Korszakalkotók lehetünk. És erre mi vagyunk a kiválasztottak. Tehát, ha utána nézel, nem itt, bárhol. Miről szólnak a jóslatok a jövőről? Nem a negatív jóslatokat kell nézni, a pozitív jóslatokat. Hogy lesz egy nép, ez időt állt a Kárpát-medencében, amely elviszi az emberiség számára a magasabb rendű tudást. Nem az van írva, hogy majd a németek, vagy oroszok, vagy a kínaiak, vagy a japánok viszik el. Nem. A Kárpát-medencében egy nép. Érted? Európa közepén egy nép. Vagy ez van, hogy Európa közepén, vagy az van, hogy Kárpát-medencében. Mi vagyunk. Eljutatja az emberiség számára a magasabb rendű tudást. Nem szép küldetés. És ha mondjuk abból élnél, hogy mondjuk minél több tanulód van, és abból élsz, hogy mondjuk a tandíj befizetések jelenleg 74%, ez egy növekedő tendencia, jelenleg 74%-a az kiosztásra kerül azok között, nyilván törvényes keretek között, akik tanulókat hoznak, és akik hozzásegítettek másokat, hogy tanulókat hozzanak. Őket úgy hívjuk, hogy vezető. Érted? Tehát, ami azt jelenti, hogy 74% ki van fizetve. Hol találsz még egy olyan szervezetet, ami a bevételének a 74%-át kifizeti a közreműködőknek? És minden bevételnél ez így működik. Oké? Okay? Úgyhogy, ha úgy látod, hogy végre megtaláltad az életküldetésedet, pedig ugye én megnézném, minden embernek meg tudom nézni, hogy mi a küldetése. És ha megnézném a te küldetésedet, akkor abban benne van, hogy ez a dolgod. Oké? Amiről most beszéltem. És nem azért, mert minden szemnek maga felé hajlik a keze, hanem azért, mert tényleg ez van minden ember küldetésében. Érted? Csak nem tudnak róla. Nem teljesen azonos a küldetésünk, ne érts félre. Mert lehet, ugye 9 féle alap küldetés, meg azon belül ugye még sokféle küldetés. De az mind a fejlődésről, a tanulásról, fejlődéséről és mások fejlődéséről szól. Csak egy kicsit különbözik. Mindenkinek. Ezért születtünk le. Az emberiség nagy része, az nem sok ideje reinkarnálódott itt a Földön. Tehát nem, mit tudom én, 100 életed volt. Azt is meg tudom mondani, hogy hányszor inkarnálódtál. Oké? Okay. Az nem a számaidból, hanem azt megkérdezem, és megmondják, hogy hanyadik életed volt. Sőt, azt is, hogy honnan jöttél. Oké? Okay. Melyik bolygóról? Illetve nem bolygóról, mert naprendszerből. Oké? Okay. No szóval, köszönöm szépen a figyelmeteket. Várunk szeretettel, visszaadom a szót a házigazdáinknak. Szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönjük szépen Szedlacsik Miklós mesterkócsnak ezt a fantasztikus képzést. Tehát amióta itt tanulunk a Nyílt Akadémián, valóban sokkal jobban tudunk bánni az életünkben mindennel, azzal a 10 életterülettel, és egyre jobban tudjuk kezelni az élethelyzeteinket, és ezáltal egyre boldogabban élünk, ami azt gondolom, hogy talán ez a legfontosabb. És itt egy olyan közösségbe csöppentünk bele, és egy olyan közösséget alakíthatunk magunk köré, amiben jól érezzük magunkat, és ahol mindig számíthatunk egymásra. Tehát ugye, ahogy itt kialakulnak ezek a csoportok, itt mi nem engedjük el egymás kezét,
itt nem olyan, mint korábban egy-egy tanfolyamon, hogy én már nem is emlékszem, még ha írtam néha névsort, hogy kik voltak ott, de már nem ismerném felhívni őket, mert biztos nem emlékszik rám, hogy én is oda jártam. De itt ez nem így működik, ez itt egy folyamatosan kialakuló, egy egyre nagyobb család. És az mindig jó, mikor születik egy gyermek a családba, de itt már felnőttként kapjuk az embereket. De ez is csodálatos, mert ugye a gyermek is felcseperedik, és látjuk a fejlődését, de amikor egy felnőtt ember a problémáiból, a hibázásaiból kikerül, az is egyfajta fejlődés, tehát az még talán egy nagyobb fejlődés, mert azáltal lehet ő boldogabb. Itt, amit kapunk itt a Nyílt Akadémián, Szedlacsik Miklós tudásával, módszereivel, és a felépített rendszerével, ugye, amiről Jácint is beszélt, ő ad nekünk egy pozitív jövőképet. Mi tudjuk, hogy hova tartunk. Nem félelemben kell élnünk, hogy most mi lesz holnap, vagy mi fog történni, hogyha ez lesz, vagy az lesz. Nem hallgatjuk meg ezeket a híreket, nem foglalkozunk vele. Mert nem ez a cél, hanem az, hogy egy pozitív végkifejlete legyen annak, hogy itt élünk, amiért ide leszülettünk, hogy azt úgy vigyük véghez, amit vállaltunk, hogy azt megtegyük. És mi, akik ide kerültünk a PPH-hoz, én úgy gondolom és azt látom, ismerve már egyre több embert itt, hogy mindannyian azért vagyunk itt, hogy ezt megmutassuk a többieknek, hogy másképpen is lehet, hogy lehet boldogan, szeretetben élni. És nem kell ehhez eladnunk a lelkünket, hanem pont az, ki kell állnunk magunkért. Nem szabad lebecsülnünk magunkat. Tisztába kell lennünk az értékeinkkel. De ezt csak úgy tudjuk megtenni, ha van elég tudásunk hozzá. Hogyha valaki leértékel minket, akkor én tudjam azt mondani magamba, hogy ego nélkül, mert már nem szólok vissza neki, hanem azt mondom magamba, hogy nyugodtan mondhatod, én tudom, hogy belül ki vagyok, és én tudom, hogy nekem mire van tudásom. De hogy te nem tudod? Sajnálom. Tehát, hogy amikor az ember ide el tud érni, az egy hihetetlen fejlődés eredménye, azt gondolom. Mi 6 éve tanulunk itt, és ennél nagyobb csoda nem történhetett volna velünk az életünkbe. Ezért nagyon-nagyon hálásak vagyunk Szedlacsik Miklósnak, és ezt nem is lehet szóban kifejezni, én azt gondolom. És vannak, akik ismertek minket 6 évvel ezelőtt, 10 évvel ezelőtt. Most nagyon nagy örömünkre itt van a volt szomszédasszonyunk, ahol ajkán raktunk régen, és eljött ma velünk. Ő ismert minket akkor. 13 éve költöztünk el onnan. És ő is azt látja, hogy hatalmasat változtunk. És amikor ilyen visszajelzések vannak, vagy akár a családunkba kapunk ilyen visszajelzést, hogy mennyire megváltoztunk, és hogy ez milyen öröm, tehát pozitív irányba, akkor az egy olyan komoly visszajelzése annak, hogy jó úton haladunk, hogy jó az, amit csinálunk, jó az, amit tanulunk, és hogy mekkora hatalmas tudás az, amit kapunk itt. És akik hallgatják ezt az előadást, azoknak tudniuk kell, hogy nem véletlen hallgatnak most minket, nem véletlenül látták Szedlacsik Miklósnak ezt az előadását. Én úgy gondolom, hogy erre tehát minden embernek, minden gyereknek, tehát hogyha már az iskolában így kezdődne a képzés, vagy a szülők ezt el tudnák mondani a gyermekeiknek, és ezeknek a tudásnak a birtokában, tehát az, hogy hogy keletkeztünk, hogy működik a lélek, tehát ezeket, hogyha a szülők át tudnák adni a gyerekeiknek, akkor biztos vagyok benne, hogy nem ilyen céltalanul élne a fiatalság, vagy hát az emberiség az életét, mert tényleg egy olyan jövőképet tudna kialakítani magának, tehát tudná, hogy ő is a teremtő. És,
és bármit meg tud teremteni, amit egyszer már megteremtett, az bármikor meg fogja tanítani, vagy meg tudja csinálni, és ugye erre kéne megtanítani a gyermekeinket, hogy ők is teremtővé váljanak. És nekünk nagyon nagy szerencsénk van, mert a mi gyerekeink, ugye két gyermekünk velünk él, és az elmúlt 6 évben, ha akarták, ha nem, játék közben, vagy bármikor, akkor is hallgatták, mindig az előadásokat hallották. És látjuk azt, hogy mennyiben másabbak, mint azok a gyerekek, akik erről még csak hírben sem hallottak. Tehát, hogy másképpen is működnek. Máshogy állnak az embertársaikhoz. Sokkal nagyobb bennük az empátia, és a megértés a mások, tehát a mások megértése. Nekünk ez nagyon nagy büszkeség, és nagyon nagy öröm, és hát nem csak az, hogy akik velünk élnek, mert ugye a nagyok meg tanulnak itt. És az is egy nagyon nagy élmény, és nagyon nagy öröm számunkra. Mert ez azt jelenti, hogy nem csak annak a csapatnak a számára vagyunk hitelesek, akik most már így körülöttünk vannak, és a mi csapatunkban vannak, hanem a saját családunk számára is, amit azt gondolom a legnehezebb elérni. Ezt biztosan ti is tapasztaljátok. Úgyhogy... És ugye talán a legfontosabb dolog, hogyha a családban meg tudjuk valósítani ezt a akár harmóniát, tehát ezt a tudást átadni, és úgy tudunk működni, hogy az a család számára akár példa lehet, akkor... Tehát, hogyha már egy egész család viszi majd tovább ezt a mintát, és ugye túlmegy már a családon, mert ugye a tanulókat is úgy számoljuk, mint családtagok, tehát, hogy, és mindenki a saját családjába ezt meg fogja tudni valósítani, már az mekkora előrelépés lesz, és egyre több embernek fogjuk tudni átadni ezt a tudást. És ugye Erzsike mondta egyik vagy mikor ő volt a házigazda, hogy tehát a legfontosabb feladatunk az, hogy most megtaláljuk azokat az embereket, vagy egymásra találjunk, akikkel fent ezeket a dolgokat közösen vállaltuk. És akkor, ha már ennyi szépet és jót elmondtunk, akkor azt is elmondjuk, hogy tudsz csatlakozni hozzánk. Keressél meg a Facebookon, vagy ahol tudsz. Nálunk volt olyan eset, hogy a kapunkon nem csöngettek, mert nincs csengőnk. Tehát, hogy betértek hozzánk, hogy láttak minket, és szeretnének ők is csatlakozni. Ilyen is van. Tehát mindenképpen keressél meg egy PPH-st, aki elmondja neked, hogy hogyan tudsz idejönni ebbe a csodálatos közösségbe. És az első havi tandíjunk 19.700 forint, amiért egy hónapban 30 óra képzést kapunk, ez 660 forint óránként. Tehát ma már korrepetálást se tartanak ennyi pénzért, már negyed órát se. Tehát, és a következő hónaptól, a második hónaptól pedig 12.500 forint, ami 420 forintra jön ki óránként. Ezért olyan tudást kapunk, amiről itt beszéltünk, amit mi megéltünk, és ami felbecsülhetetlen értékkel bír. Ebben én biztos vagyok, mert már megtapasztaltam. Úgyhogy ne nagyon gondolkodjatok, mert az idő szalad, oda fel kell jutnunk a 7. lelki szintre, és ez nem fog menni enélkül a tudás nélkül, ebben biztos vagyok. És nagyon sok mindent megtapasztaltunk mi már, amiről itt ma Szedlacsik Miklós beszélt, és ezért mi ebben nem hiszünk, mi erről már meggyőződtünk, hogy ez így van minden, amit ő mond. Úgyhogy nagyon nagy szeretettel várunk közénk, hogy minél többen legyünk, hogy minél több jobb ember legyen a Földön, hogy ezáltal minél hamarabb legyen egy jobb világ itt a Földön. És amennyiben szimpatikusnak tűnik számodra az ajánlatunk, akkor csatlakozz, illetve akik itt vannak személyes részvételük esetén, még betekinthetnek a coachképzésünkbe, tehát a második részbe is. Most pedig szünet következik, és a szünet után pedig párkapcsolat képzésünk lesz, ami egy nagyon izgalmas és nagyon jó téma. Szeretettel várunk benneteket. Köszönjük szépen. Köszönjük.